Elsőként a balett szoknya napja kapcsán beszélgetünk egy kicsit a táncművészetről. Vendégünk Rácz Erika, nívódíjas táncpedagógus. Jó estét, Tera! Hát balett szoknya napja, ugye már megselepődünk azon, hogy gyakorlatilag szinte mindent ünneplünk ma már. A balett szoknya mennyire van a kislányok, nem is tudom, gondolatvilágában, a táncosok mindennapjaiban? Mennyire fontos az, hogy mondjuk akár egy tütüt húzzanak a lányok, és elsősorban a picik, amikor mondjuk elkezdenek táncolni nálatok a reflexben? A beiratkozáson mindig megkérdezik a szülők, hogy miben kell jönniük a gyerekeknek, milyen balettruhát vegyünk. És akkor mindig az a válasz, hogy semmilyet, mert ma már ez hát nem hagyomány, főleg a kortárs modern táncoktatásban, de a kicsi gyerekek közül, a kislányok közül mindenki ballerina szeretne lenni egy ideig. Hál' Istennek ezt kinövik, hiszen kegyetlen, kemény dolog ballerinává válni, nagyon nehéz az út. És akkor kényelmes kis tréningruhában, harisnyában, pólóban, leggingsben jönnek egy idő után, de ugye a második, harmadik órán látva egymást, gyönyörű, szép, csak és kizárólag rózsaszín, tütüben és balettcipőben jönnek a gyerekek órára, a kislányok. Aztán a cipőhegyek növekszenek egyrészt a teremben, másrészt van egy gyűjtőhelyem, ahonnan ki lehet mazsolázni, hogy ki az a balettcipő, hisz egy idő után ők is rájönnek, hogy valójában nem fontos, nem az a lényeg, hogy mi van a gyereken, hanem hogy hogyan dolgozik, hogyan figyel. És tehát, hogy mezítláb a legkönnyebb táncolni. Igen, ugyanis azok a cipők, amik használnak, azok nem igazán megfelelőek, és talán a legigazabb, amit mondasz, hogy a mezítláb a legjobb, hiszen jobban érzi a talajt, jobban látom a lábfejének a munkáját, tehát alapvetően nincs már rá szükség, és igazából a balettáncosoknál is nem egy előadást láttam már, ahol egyrészt mezítláb voltak, vagy nagyon puha, éppen alig látható, kényelmes balett gyakorlóban. Már csak egy gondolat így a tütű kapcsán a balettcipőről. Nagyon sok olyan képet láttam mostanában a médiában, ahol látszik, hogy hogyan néz ki tulajdonképpen a balerina lába ebben a balettcipőben. Tehát azért ez ugye egy kőkemény gúzsba kötést jelent, egy igazi klasszikus balettcipő. Igen, és hogyha elképzeljük azt, hogy 10 évesen már dolgoznak a gyerekek spiccipőben, nyilván nem nagyon hosszú időt, tehát egy 40 percet, 60 percet, aztán másfél órát, két órákat már a felnőttek, profi szakemberek irányítása alatt, de akkor is végül is a teljes súly azon a kis pici kis négyzeten koncentrálódik, és nagyon nagy technikával, tudással kell rendelkezni ahhoz, hogy egyáltalán elviselje már gyerekként azt a fájdalmat, megszokja felnőttként, hogy igenis az fáj, de ezen tovább kell lépni, hiszen ott vannak a nézők, és teltház van, és vastaps. Az, hogy belül fáj, hát a táncos lét az már csak ilyen. Mégis azért én azt tapasztalom, most már évek óta figyelve a reflexes táncgálákat, táncesteket, hogy itt azért mégis inkább az örömről szól a tánc, és nem a fájdalomról, bár mint életérzés sokszor akár az is, sok-sok emberi érzés közt az is koreográfiába öntődik a színpadon. 30 év alatt rengeteg táncos neveltél föl, szinte hihetetlen, hogy ilyen régóta táncolsz és dolgozol a gyerekekkel, és most 2019-ben is ugye megint sok-sok verseny. Mit lehet tudni a Reflexnek a 2019-es naptárjáról? Mi mindenre készülöttök? Hát még nagyon az év elején vagyunk, most ilyen 3-4 verseny van előttünk, amikre folyamatosan készülnünk kell, és mint mindenhol, iskolákban, a vonákban én is kapom a SMS-eket, üzeneteket, hogy influenza, beteg, és nem jönnek, úgyhogy ez egy kicsit izgalmassá teszi ezt a felkészülési időszakot. Gyakorlatilag nyárig folyamatosan versenyeznek a gyerekek, és aztán a szokásos előadás van a Móri Zsigmond Színházban, illetve nyáron természetesen hát versenyzünk is, illetve táborozni fogunk. Meglátjuk, hogy azt a nagyon-nagyon meleget, ami vár ránk, azt hogy fogjuk bírni. Itt Nyíregyházán, a Móri Zsigmond Színházban a táncfarsang is egy kicsit a tietek, hiszen olyan modern táncprodukciók is általában színpadra kerülnek, amit ha más
akkor nem, legalább ugye megnéztek ti táncosok is. Ebben az évben lesz valamilyen közreműködés, vagy esetleg olyan előadás, amire biztos a reflexes lányok is beülnek majd? Hát tavaly nagy örömünk volt, hogy mi is felléphettünk a táncfarsangon. Éveket megelőzően volt a Szegedi Kortárs Balett, illetve a Kecskeméti City Balett, ami hát hatalmas élmény volt. Biztos nagyon sokan emlékeznek rá, hogy a Szegedi Kortárs Balettet állva tapsoltuk és visítottunk, húgoktunk, és hatalmas boldogság volt, és hetekre feltöltötte a gyerekeket, mert nem mindennapi élmény volt, hisz nem mindenki teheti meg, hogy elutazik Szegedre, vagy esetleg a Műpába egy előadást megnézni. Most ilyen kisebb kortárs előadások lesznek, amik gyakorlatilag ilyen kisebb projektek alapján támogatással születtek meg, főleg kortárs estek, amikre hát megnézzük a programot, és ha van valami olyan izgalmas, amit érdemes megnézni, akkor persze, hogy ott vagyunk, hiszen nagyon jó, mert helybe jön a művészet, és nem kell utaznunk. Ugye most táncosokkal érkeztél, és a mai adásban többször is táncolnak majd nekünk. Nem tudom, hogy a modern tánc évről évre megújul, vagy már évtizedek óta gyakorlatilag mindig modernnek számít. Van-e egy ilyen folyamatos stílus megújulás ebben a műfajban? Te hogy látod, és ha igen, akkor ennek az évnek van-e valamilyen trendje mondjuk? Hát a modern táncban nem igazán lehet erről beszélni, hogy folyamatosan új trendek jelentkeznek, hiszen van egy nagyon erős alap, ami létezik a világban. Nyilván a paletta nagyon-nagyon színes, és akkor valamelyikhez mi oda csatlakozunk, de mivel ez egy nyitott, egy nagyon befogadó műfaj, ezért tud nagyon színes lenni, és igazából a kis klasszikus, kis akrobatikus, kis jazzes, kis hip-hopos, tehát ilyen kis egészséges keverékeket lehet alkotni, főleg az amatőr világban, ott ugye sokkal elnézőbbek például a zsűritagok, de hát a modern világ az folyamatosan toppon, és hogyha követi az ember a világ első számú együtteseit, akkor ők van egy út, amin ők haladnak, és azt csak tátott szájjal nagy boldogsággal nézzük, hogy bárcsak mi is egyszer. Hát mi ugyanilyen tátott szájjal és boldogsággal fogjuk nézni a lányokat. Kívánunk nektek erre az esztendőre is nagyon szép eredményeket és lelkesítő tapsokat a közönség részéről.